fergetekes hangulat Szentpéteri Csillagnyíregyházi koncertjén. A zongoraművész, zeneszerző, ismert klasszikusokat öltöztet új köntösbe zenekarával, saját szerzeményeket is előad, ezek mellett zenetörténeti, képzőművészeti ismereteket, érdekességeket oszt meg az általános és középiskolás hallgatósággal. A látványos, zenei korszakokon és műfajokon átívelő koncertsorozatnak a művész az ötletgazdája. 2 éves előkészület után 2015-ben indult útjára missziója. A Láttad-e már a zenét? Ez tulajdonképpen azért jött ez a cím, mert én azt szeretném, hogyha a gyerekek, vagy a diákok, vagy egyáltalán az emberiség nem csak úgy hallgatná a zenét, hanem azokat az érzéseket, amiket egy zene kiválthat, azt valahogy gondolatokkal is. Tehát, hogy ő utazzon tényleg, hogy annyira el van tunyulva az agy, el van tunyulva a lélek. A pandémia nyilván ehhez hozzátett, tehát, hogy azt érzem, hogy egy picit elfásultak az emberek, elfáradtak, és ez tulajdonképpen ilyen ösztönzés szeretne lenni, hogy megnyissuk azokat a bizonyos csakrákat, lássunk. Az ifjúsági koncertsorozaton 2015 óta több mint 20 000 diák vett részt. A 4. turné utolsó állomása volt Nyíregyháza. A művész számára a kezdetektől fontos szempont, hogy valamennyi városban a helyi iskolák tehetségeit, diákokat és pedagógusokat is bevonjon az előadásba. Nagyon fontos volt számomra, és ezt mindig visszakapom az üzenetekben, hogy ők érzik a szeretetet. Tehát, hogy érzik, hogy itt egy partnerség alakul ki, hogy én nem egy másik bolygóról jöttem, hanem én itt vagyok velük, és tulajdonképpen ez egy együttutazás, egy nagyon jó helyre, ahol nincsenek problémák, nincsenek kaotikus feladatok, vagy éppen olyan hétköznapi gondok, amikkel nem tudnak megbírkozni. Itt csak az ő feladatuk, hogy ezt élvezzék, érezzék, lássák. Mert mindig el szoktam mondani, hogy a zenét nem érteni kell, hanem élvezni, átélni. Hát a zenének ez az egyetlen funkciója, hogy minden állapotunkban, ha boldogok vagyunk, ha éppen boldogtalanok vagyunk, de a zene az egyetlen őszinte barátunk, mert a zene az mindig ott áll mellettünk, és mi magunk eldönthetjük, hogy mit hallgassunk. A Láttad-e már a zenét koncertsorozatból az évek során egy rajzverseny is kinőtte magát. 4. alkalommal pályázhatnak a diákok zenei ihletésű alkotásaikkal. Ebben az évben 4 megyéből közel 1000 rajz érkezett be. A munkák zsűrizése április 12-én kezdődik. Az interaktív koncertsorozat a zeneszerző új albumának munkálatai miatt egyelőre szünetel. Legközelebb szeptemberben folytatódnak az ifjúsági előadások.